A nosztalgia találkozón feleleveníti a zászló a jegykori életét, a legkülönlegesebb és a legfontosabb eseményekről beszélgetnek, mondta a szervező. Úgy lehet nosztalgiázni, hogy a századonként felszólal valaki, tehát rádiószálad, relészszálad, központszálad, vagy vezetékes század, javítóktól, a törzstől, hogyan emlékeznek vissza, akkor milyen emberek voltak, kikkel dolgoztak, milyen technikával dolgoztak, milyen gyakorlatok voltak, és így tovább. Tehát ezekre fogunk visszaemlékezni. Utána egy csoportképet készítünk 12-kor itt a Református Nagy Templomnál, és utána egy ebéd lesz, és ebéd után pedig szabad beszélgetés van, nosztalgiázás van. Sokat változott a világ az elmúlt években. Ahhoz, hogy összetudják hasonlítani a régi időket a mostani állapotokkal, az aktív katonák beszámolóit is meghallgatták. Régen nagyobb hadsereg is volt, nagyobb honvédség volt, ugye több lehetőségünk volt, majd itt elmondom nekik, hogy volt, amikor laktanyában 10 000 látogatóval, ilyen is volt, hát ma már ilyen nincsen. Meg ugye 7-800 tisztet avattak annak idején, most már annak a 10%-át avatják csak. Tehát így változott a világ, hogy mennyiségében is, és nyilván modernizációban is nyilván sokat fejlődött a technika, az embereknek más felkészítés kell. A találkozóra több mint 100-an érkeztek, ami jól példázza az alakulat tagjainak szoros kapcsolatát. Ennek a zászlóaljnak volt olyan összetartó ereje, hogy negyedik alkalommal is 100 ember eljön ide. Ez nyilvánvaló azt mutatja, hogy valahol kötődés az emberekben egymáshoz és az alakulathoz mindig is volt. Köszönjük nektek, hogy eljöttetek, és azt kérjük, hogy ezt a jó szokásokat tartsátok meg mindig. A laktanya bezárása óta ez volt a negyedik találkozó. Az ország számos pontjáról érkeztek vendégek.